Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A tegnapi napon volt itt Szolnokon a belvárosi nagy templomnak a búcsú ünnepe, hisz tegnap Szentháromság vasárnapja volt, és ez nekünk fontos. Maga a Szentháromság misztériuma olyan titok, amit föl se tudunk fogni, dadogunk róla. Nem is tudjuk ezt Jézus nélkül elképzelni. Az Úr Jézus tanította meg nekünk, hogy az egy Isten egyben Szentháromság. Talán akkor kezdjük megsejteni, ha arra gondolunk, hogy Isten a végtelen szeretet, az örökké való szeretet. És hogy ez az Isten nem egy személy, hisz egy személyben nem tudok szeretni. Oda több személy kell. Tehát valahogy a háromnál szoktuk ilyen filozófiai bölcsességgel emlegetni, hogy a háromnál kezdődik a közösség. És, de ez csak olyan emberi dadogás. Mi tényként fogadjuk el az Úr Jézusnak a tanítását, hogy van Szentháromság. És hogy ő ennek a Szentháromságnak a második személye. Hogy Jézus egységben van az Atyával és a Szentlélekkel. És Szent Máté apostolnak az evangéliumából, hagy idézzek most, a mai napi útravalóként, hogy a Jézus a mennybe menetelekor ezt nagyon kinyilvánította, ezeket írja Máté evangélista, abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Tehát ebből a szentírási részből is hallhatjuk, megérthetjük Istennek ezt a titkát, hogy az egy Isten egyben három személy, az egy isteni természetet három öröktől fogva való isteni személy hordozza. Mert Isten a szeretet, vagyis szeretet közösség. És voltaképpen erre hív bennünket a család életünkben, hisz a Szentháromság képét hordozza a család is, de az emberi közösség is, hogy nyíljunk meg egymás iránt, és hogy a szeretetet élve az Úristennek, mint létünknek, életünknek az alapja képét hordozik, hisz az Isten képére, hasonlatosságára vagyunk teremtve. Tehát ha nem tanuljuk meg a szeretetet, illetve ha vétünk és bukunk és emberileg gyengék vagyunk és egymást megbántjuk, hogy akkor jöjjünk vissza, és újra ezt a bennünket jellemző és a többi embertestvérünket is jellemző, a teremtettségünkben kapott szentháromságos képet hordozzuk tudatosan, öntudatosan, és tényleg ápolva a szeretet törvényét. Kedves nézők, tegnap örömmel tartottuk a templom búcsünnepét itt a belvárosi nagy templomba, de minden nap a Szentháromság szeretet közösségébe adja meg az Úr, hogy tudjunk élni, szeretni és szolgálni. Amen.